tavaszi turnéjuk keretében először lépnek fel Magyarországon az Orosz Kozákok. Lenyűgöző produkciójukat 5 hazai városban mutatják be, a harmadik állomás Győr és Budapest után Nyíregyháza volt. A társulatot Leonid Milovanov orosz koreográfus alapította 1990-ben Lipeckben. Leonid Milovanov korábban a híres kubanyi kórusban dolgozott, Krasznodárban, ahol balettmester volt. Lipeck megyéből származik, és ezért döntött úgy, hogy Lipeckben alapítja meg ezt a híres együttest. Az összesen 50 főt számláló társulat fő részét képezi a 35 főből álló táncegyüttes, akiket a kórus és a 10 fő zenekar tesz teljes egészé. A táncosokat, énekeseket számos jelentkező közül választják ki. Nagyon egyszerű választani. A jelentkezőknek profinak kell lenni, kell tudni játszani, énekelni és táncolni. Konzervatórium kell hozzá, táncművészeti szakiskola, ennyi az egész. A táncegyüttes repertoárján több mint 20 tánc, 50 dal és 10 zenei kompozíció szerepel, melyek felölelik a kozák életforma teljes történetét. Festői képekben, színes kosztümökben, vidám dalokban keltik életre Oroszország kozák hagyományait a Don folyótól és a Fekete-tengertől egészen Szibériáig és a Távol-Keletig. Az egész világon bemutatták már különleges műsorokat, többek között felléptek Európa számos országában, Kanadában, az USA-ban, Kínában és Koreában is. A hazai nézők mindegyik helyszínen csodálattal fogadták a kozák táncok gyöngyszemeit, ugyanakkor a tánccsoportot is lenyűgözte a magyar közönség. Az orosz kozákok a siker hatására minden bizonnyal visszatérnek még Magyarországra.